Azt várjuk, hogy fölrepüljön. De most már akkor szerintem... akkor semmi gond, megyünk tovább. Szerintem megyünk tovább, akkor, a, akkor az első... előadónkat szeretnénk bemutatni, Tasi Zoltánnét, Marikát, aki az Üllési Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusa. Nem csak fizikából készít fel sikeresen a tanítványait az általános iskolásoknak szóló megyei és térségi versenyekre, hanem matematikából és informatikából is. Ülésen már évek óta sikeres a diákok által tartott Kísérletezünk című bemutató, amely népszerűsíti a természettudományos ismereteket, nem csak az ülési, hanem a környékbeli diákoknak is. Hogy honnan is érkeztünk mi? Egy kis faluból sok éve kísérletezünk, és most egy olyan csokrot szeretnénk bemutatni tanítványaimmal, ami a kedvencek közé tartozik. És most is buzdítom őket, hogy ne idegeskedjenek. Előfordul nálunk is, hogyha valami nem sikerül, akkor tovább gondolásra a nézőközönségnek ajánljuk. A kísérleti bemutatónk résztvevői Lábas Katalábas László, két szélén tesók. Másik tesópárunk... köszönjük. Másik tesópárunk Gyuris Ágota és Gyuris Imike. Ők is éppen most nem egymás mellett, igen. Szabó Szandi. Igen. Kis Patrícia, akit egyben meg is szeretnék kérni arra, hogy indítsa ezt a bemutatónkat, mégpedig lufis kísérletekkel. Szükséges eszközök hozzá egy üres flakon. Ezért én azért ebben az üvegben tárolom, mert ez majd megkönnyíti az adagolását, illetve lufi, és a lufiban sütőpor van. A kísérletet úgy kezdjük, hogy az ecetet beleöntjük a flakonba. A lufinak a száját ráhúzzuk az üveg szájára. Lufit felfordítjuk, és nézzük is meg, hogy mi fog történni. A lufi felfújódott. Ennek a magyarázata az, hogy az ecet és a sütőpor reakcióba lép egymással, mely során szén-dioxid gáz keletkezik, és ez fújja fel a lufinkat. A következő lufis kísérletemnek a címe felszívódó léggömb, és ez egy bátor, nagy tüdejű jelentkezőt szeretnék kérni. Na most megkérünk valakit, hogy hát, ha neki sikerül, mert hát ez jó kis tüdő térfogat mérő, hogy mennyit is sikerül, jó? Köszönjük szépen, Alice, tapsot neki kérek, és egy következő. Te, igen. A következő kísérlet a lufi lángban nevet kapta, és ez megint csak egy bátor jelentkezőt kérnék, akinek a fején megcsináljuk. Na, kérlek, állj ide. Hogy is, hogy hívnak? Tomi. Na, Dani, próbáljuk meg. Reméljük, nem égetjük le a hajadat. Oké, látod, nem tettünk át benned. Tapsoljuk meg a Danit is. Valamennyire látható, hogy kormos is lett az alja. Tehát ennyire biztonságos. És ez azért van, mert ugye vizet tettünk bele, és a víznek nagy a fajhője, olyannyira, hogy lehűti a gumit, és így nem tud kiukadni. Kísérletünk címe tojás szippantás, avagy a befelé tojó üvegtyúk. Ehhez a kísérlethez kell egy lombik, egy papír zsebkendő, amit meggyújtunk, és egy főtt tojás. A papír zsebkendőt beledobjuk, és rányomjuk a tojást, és ha minden igaz, igen, működik a kísérletünk, beszívta a tojást. Nagyon messziről jöttünk, és én útközben eléggé unatkoztam, és nézelődtem kifelé az ablakon, és egyszer egy kereszteződésben, ahol meg kellett állni, láttam kint ilyen fehér kis tojásokat, és mi is kell a tojáshoz, hogy kikeljen, hiszen arra vagyunk kíváncsiak, hogy ebben vajon mi van. Igen, meleg, nagyon ügyes vagy. Úgyhogy ezeknek mindjárt adunk egy kis meleget, és megnézzük, hogy mi is van bennük. De hát így önmagukban nem gyújthatjuk meg szerencsétleneket, ezért leöntjük őket denaturált szesszel, hiszen az köztudott, hogy ég.
És akkor itt majd várni kell egy kicsit, míg megtudjuk, hogy mi is kell ki ezekből a tojásokból. Lesz fekete kígyónk, akkor ezek ellen valahogy védekezni kell, mert előbb-utóbb megnőnek, és mérgesek lesznek, és majd ránk támadnak. És ezért kifejlesztettünk egy pokolgépet, amivel megvédhetjük magunkat ellenük. És mindjárt megnézzük, hogy hogyan működik ez a pokolgép. És már látjuk is, milyen szépen növekszenek a kígyók. Tettel üdvözlök mindenkit. Hát én is igyekszem majd ezeket elpusztítani. Próbáltam valamit kitalálni. Mire szoktuk használni ezt a spatulát? Kik szokták használni? Igen. Hát én most úgy döntöttem, hogy egy katapultot csinálok belőle. 8-at tettem egymás tetejére, a hetedik, az első után raktam egyet keresztbe, merőlegesen a többire. A tetejére is raktam egyet, majd összegumiztam őket. A tetejére ragasztottam egy kupakot, és kerestem egy golyót otthon, és megpróbálom kilőni, hát ha eltalálom. Egy forgatható fatálcára raktam 4 kupát, ebbe raktam vattát, és fáklyaolajat öntöttem rá. Azokat meggyújtjuk, majd egy rácsot helyezünk rá. Majd meglátod mindjárt. És ezt megpörgetjük. Akkor spirálosodik a 4 láng, és magasan fel. Igen. Igen. A rácsban, ezeken a kis lyukakon beáramlik a levegő, az oldalról nyomja a lángot, és nyomáskülönbség miatt a láng felszalad. Igen, hát úgy összefonódik ez a 4 láng, mint a természettudományok, hogy azért ez is igazolta a mostani bemutató, meg mindenki, hogy külön kémia, külön fizika nincs, hanem tulajdonképpen együtt vannak ezek a tudományok, és akkor ezzel zárnánk, meg azzal, hogyha még hajland, oppá, most ez is fizika, szerettem volna pápázni vele, ha sikerül, úgyhogy mindenkinek további jó szórakozást kívánok, viszontlátásra. Köszönjük a figyelmet!